50 év alatt azt hiszem, hogy nem sikerült odáig eljutni már közérzetben, hogy az ember azt mondja, hogy na, most ez olyan volt, hogy ez egy koncertpódiumról az ember úgy jön le, hogy borzalmasan elégedett, akkor ott baj van. Annak idején Sándor Frigyes, ami hát ugye alapító karmesterünk, mondta nekem egyszer, hogy tudod, ebben a műfajban nem lehet véletlenül jól játszani. És ez tényleg így van. Tehát véletlenül jól nem tud valaki játszani, mert amit, ha egyszer valamit jól előadott, akkor azt tudja. Csak előfordul, hogy rossz a diszpozíció, rosszak a körülmények, úgy mondjuk, hogy kemény volt a gombóc, és akkor bizony az ember azon vesz észre magát, hogy ez nem sikerül ezt azt a formáját hozni. Tehát állandóan olyan szinten kell tartani a felkészülés színvonalát, hogy a 80-70% is elég legyen ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy azért megtettem, amit tőlem tellett. Rózsa Ricsi régi-régi jó kedves ismerősöm, barátom, még a Zeneakadémiáról ismertem. És ő aztán, meg írtam neki egy darabot, még nagyon régen. És egy hegedű Gordonka kettőst. És azt néhányszer is játszották, és amikor Ricsi bekerült a Liszt-Ferenc Kamarazenekarba, akkor rendeztek ilyen kortárzenékonc, kamarakoncerteket. Pont ezen a koncerten született meg az ötlete, amikor a duómat felelevenítették 2006-ban, hogy milyen jó lenne ennek egy testvérét írni, amolyt három hangszer játszik trióban. Tehát egy hegedű, egy brácsa, meg egy gordonka. És én rögtön neki is láttam a darabnak, de kb. két perc után leállt az egész. És eltelt három év, amíg sor került erre a darabnak a bemutatójára. Akkor két tételes volt, egy gyorsabb, meg egy lassabb tétel, és akkor azt hittem, hogy ez a darab végső formája. El is játszották. És most, amikor felmerült az újabb koncertnek a lehetőség, akkor mondta Ricsi, hogy hát jó lenne egy harmadik tétel is, mert hiányzik neki valami, ott úgy lenne kerek. És így készült hozzá a harmadik tétel. Úgyhogy ez a tétel, az utolsó tétel az egy ősbemutató lesz most ebben a formában, sőt, az egész darabnak ez a végső formája, ez tulajdonképpen még soha nem hangzott föl.